Káros a közbiztonságra a TASZ-szal való együttműködés, Pakusza Zoltán szerint. A Mi Hazánk önkormányzati képviselője a legutóbbi közgyűlésen arra kérte a városvezetést, hogy gondolja át a TASZ-szal való együttműködést, mert szerinte a szervezet nem a rend pártjánál. Megtámadta ugyanis azt a rendeletet, ami büntette, ha az egyfőre eső lakrész nem éri el a 6 négyzetmétert, de azt is, ami a rendezett lakókörülményekhez igazította a települési támogatások kifizetését. A TASZ 2017-ben 55 település hasonló értelmű szociális rendeletét támadta meg. Pakusza Zoltán szerint ezért nyilvánvaló, hogy a TASZ nem a rend pártjánál. Mind Miskolcon, mind pedig Borsod megyében egyre inkább küzdenünk kell a mély igénytelen életmódnak a terjedésével, és nyilvánvaló, hogy ezek a rendeletek nem véletlenül születtek meg. Ezek a rendeletek azért születtek meg, hogy ezt a mély igénytelen életmódot visszaszorítsák, és egy jogos társadalmi elvárás is megjelenik egyébként ezekben a rendeletekben.